akinek fontos az embereknek az élete, a hétköznapi élete, azok maradnak baloldaliak, én szerintem. Ő a legjobb. Népek között élt, nyugdíjasokat külön becsült. A harmadik köztársaság alapító atyái olyan alkotmányt javasoltak Magyarországnak, amely arra épül, hogy a különböző politikai szándékot, akaratot, nézetet, értékeket, elveket kifejező pártok együttműködésére, megegyezésre legyen szükség az ország legfontosabb törvényeinek átalakításához. Ön fél a Fidesz kétharmadtól? Igen, igen, félek. Túl nagy hatalmuk lesz, és nem lehet majd kontrollálni, visszafogni őket. Nem szeretnék kétharmadot. A történelem eddig ez bizonyította, hogy akinek túl hatalma van, az előbb-utóbb visszaél. Muszáj figyelmeztetnem mindazokat, akiknek ha esetleg kétharmaduk lesz, ne értenék, hogy miután nem közölték az alkotmány módosítás szándékát, miután nem kértek felhatalmazást a polgároktól, miután nem mondták azt, hogy azért kérjük az önök támogatását, mert így vagy úgy meg szeretnénk változtatni az alkotmányt, a haza, a nemzet legfontosabb alaptörvényét, ezért csak azt tudom mondani, hogy el a kezekkel az alkotmánytól. Nagyon félek, csak ők az idősebbeket beugrasszák. Én inkább a Jobbiktól félek, de nagyon. A baloldalnak is legyen szava. Azt mondták, ha kormányra kerülnek, akkor azonnali és nagy arányú adócsökkentés lesz. Számon fogjuk kérni a Fidesz kormányzásának minden napján az egyetlen egy valamire való kézzelfogható ígéretüket, az azonnali és nagy arányú adócsökkentés. A nagy arányú azonnali adócsökkentés legalább a GDP 2%-át kell, hogy kitegye szeptember 1-től. Nagyjából lehet tudni, hogy jön az országban. A kormány, hogy mi akar, azt kérdezi, hogy tájékozódjon, de már sumákolnak, mert azt mondja, hogy ő nézegeti, meddig akarja nézegetni, a önkormányzati választás utánig. Tudni, mindig, amíg nézeget, addig mindig azt mondhatja, hát én nézeget, én nem tudok cselekedni, mert komoly képpel kell ezt mondani, mert kérem szépen, először meg kell ismerni a tényeket, majd a tények ismeretében tudjuk eldönteni, hogy mit tehetünk. 8 évig remegett a hatalmi. Most, amikor itt van, most nézek. Ha sikeresek akarunk lenni, akkor nem magyarázkodókra, nem kiállókra, elintézőkre, sumákokra lesz szükség, hanem küzdőkre. Aki küzdeni akarnak, azok jöjjenek velük.